Minden budoákba. Néhány méterrel arrébb a dzsúdzsicusok edzenek. Ez a harcművészet a 70-es évek közepén jórészt nyugat-európai mesterek jóvoltából került Magyarországra. A mai foglalkozáson pedig, ha csak megfigyelőként is, de ott volt a szakág legismertebb magyar mestere, aki a dzsúdzsicu hazai sikertörténetéből szinte a kezdetektől jelentős részt vállalt. Én nagyon szerencsés ember vagyok, mert jó időben kezdtem el ezt a harcművészetet művelni. Nagyon sok tanítványom volt, több ezer embert tudtam kevésbé, vagy igazi mélységében megismertetni azzal a harcművészettel, harci úttal, amit mi jártunk be, és azt gondolom, hogy ez már elégedetté kell, hogy tegyem. Az, hogy emellé különböző tisztségeket kap az ember, az csak habatortám, hiszen valahol azért egy idő után már nem az ego építgetése az embernek a legfontosabb, hanem inkább a visszatekintés. És a visszatekintésben azt látom, hogy nálam sokkal ügyesebb, erősebb, technikásabb, jobb dzsúdzsicukák hada nő fel, és ez az igazi elégtétel, azt gondolom, egy mester számára. És hogy ez az elmúlt 3,5 évtized valódi sikertörténet, arra bizonyíték, hogy nemrégiben óriási nemzetközi elismerésben részesült a Kelemen István fémjelezte iskola. Hosszú-hosszú évek munkájának eredményeképpen Japánban a Budo International, Japan Budo International és Kozo Kuniba mester elismerte azt, amit mi itt végeztünk az elmúlt évtizedekben, és önálló iskolaként, japánul Ryuként bejegyezték a stílusunkat Japánban, ami a tanítványaim felkérésére kicsit szerénytelenül, de az én személynevemet viseli. A mi iskolánk az soha nem kívánt egy magamutogató baletté válni. Ez az irányzat, amit mi művelünk, a különleges alakulatoknál, akár Magyarországon, akár külföldön, kiképzési anyag, ahol ugye nem balettot, ösztáncot kell tanítani, hanem a hatékonyság a lényeg. A jiu-jitsuban, abban, amit mi csinálunk, a Magyar Jiu-Jitsu Szövetség és személyesen én is, az az erőssége, hogy olyan anyagot, olyan rendszert lehet összeállítani, írni, amilyet mondjuk a megrendelő szeretne. Tehát egészen mást kell csinálni, mondjuk egy közbiztonsággal foglalkozó járőrnek, egész mást kell csinálni egy terrorállítással foglalkozó tisztnek, harcosnak, mást kell csinálni mondjuk az Afganisztánban szolgáló katonáknak. És erre célirányos speciális programot lehet írni, ahol a mondat úgy kezdődik nagy H-val, hogy hatékonyság. Harcművészet kontra versenysport. Sok szakember szerint a versenyzés tönkretehet egy-egy szakágat, mert az érmek hajszolása kiölheti a tradíciókra figyelést, azok tiszteletét. Pozitív példa szerencsére azért akad, itt vannak például a kiokusin karatésok, akiknek már évtizedek óta rendeznek különböző szinten viadalokat, mégis megmaradt az edzések tradicionális jellege, amelynek része az alapító Oyama Society tisztelete is. Valójában a harci művészetek is úgy alakultak ki, hogy maga a küzdelemből, a harcból, a védekezésen keresztül. Tehát az nem probléma, ha a küzdelem és a harc jelen van, ha nincs jelen, akkor van gond, mert olyan budó irányzatok, ahol ez hiányzik, vagy valamilyen oknál fogva háttérbe kerül, veszítenek az életszerűségéből. Hát a Kyokushin karatéban a harc, a küzdelem folyamatosan jelen van. Ha úgy van jelen a harci művészetben ezek az értékek, akár versenyszerűen is, hogy megmarad a budó jellege az edzések másik részében, a technikai és a tradicionális jellege, akkor nem probléma. És úgy gondolom, hogy a versenyzés az egy fontos szerepe, sporthoz hasonlító, természetesen nem sport, de fontos szerepe, amely hiánya nem teljesen tökéletes budót ad. Én már mindenféle sportoltam életemben, és igazából már kicsi koromban szerettem volna karatézni, de anyukám nem engedte, hogy nem lányos, pont ezért. És mondtam neki, hogy ha 18-et betöltöm, akkor is eljövök karatézni. És amikor eljöttem karatézni, akkor ezt újra elmesélte nekem, hogy ez volt, és tényleg betartottam a szavamat, és eljöttem karatézni. Szeretek küzdeni, rendszeresen járok versenyekre, több-kevesebb sikerekkel. Aki elkezdi ezt a harcművészetet, az nem nagyon szokott általában másokkal kötekedni, vagy leállni, verekedni. Tehát azok inkább itt az edzőtermen belül.
karate és a harci művészetek azok nem változnak.